Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál, de először szeretnék a csillagokról beszámolni az indiai asztrológia szerint. A nap július elején még az ikrek jegyében van, ez szerint a számítás szerint. Ez jó hatással van az oroszlán jegyében születettekre. Itt kitisztul valami, meg lesz a könnyűség, a mozgás, a változások. Merkur bolygó és Vénusz bolygó az a bika jegyében van, és az nincs jó hatással az oroszlán jegyében születetteknél, holott Merkur bolygó áttér majd az ikrek jegyébe, és akkor javul a helyzet, lehet egy előnyös szerződés, vagy egy jó hír. Ami Vénusz bolygót illeti, az lehet, hogy a szerelmi élet területén most nem mennek úgy előre a dolgok, de ez a Vénusz bolygó hatás lehet egy nő is, egy barátnő, vagy valaki a családból, vagy egy kolléganő, akivel nehézséged lesz. Mars bolygó jó hatással van az oroszlán jegyére, hiszen a Kos jegyéből hat. Mindkettő, a Kos jegye is, az oroszlán jegye is, a tűz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Mars bolygó jelenti az élet erődet, vagy egy férfit, aki közeledik hozzád. Jupiter bolygó olyan távolságban van az oroszlán jegyétől, ami bizonytalanságokat vált ki, különösen ami egy bírósági ügyet illet. Szaturnusz bolygó szemben van a vízöntő jegyében, ez a Szaturnusz bolygó mozgás kihat a sors útra, itt vannak változások, fontos döntések, és mivel szemben áll, itt tükröződik valami, ami még fontos, a belső egyensúly. Július 13-án teli hold lesz, Nunki csillag hatása alatt, ami utal egy helyre, ami erőt ad most számodra. Ez lehet a párkapcsolat, lehet a munkahely, vagy a lakhelyed. Július 28-án új hold van, az azt jelenti, húzódj vissza, meditálj afeled, hogy milyen kapcsolatok vannak körülötted. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad. Jupiter bolygó szerencsét hozhat, de itt most megáll ez a szerencse, és mivel visszafele tekint, ez utalhat a múltra, jelentheti azt, hogy valaki gondol rád, visszatér az életedbe, vagy ha bírósági ügyekről van szó, akkor egy pillanatra úgy megállnak a dolgok, és mivel visszafele tekintés van, itt valaki még átvizsgál valamit a múltból. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy ez egy általános jóslás, viszont megvan a lehetőség arra, hogy kérj tőlem egy ilyen havi jóslást, a díjam 3500 forint. És mit üzennek a kártyák az oroszlán jegyében születetteknél? Itt látható a szerencse. Különösen, ami az anyagiakat illeti, mert a halak jelentik a pénzt, ez lehet egy nyeremény is. Itt ennél a férfinál van egy szerződés, ami pénzt hoz a házhoz. És a nap jelenti az ő sikereit, vagy azt is jelentheti, hogy nála tisztázódnak a dolgok, vagy odafigyel az anyagiakra. De nem beszél erről,
hiszen a feje fölött nincsen kártya. Az jelenthetné az ő gondolatait és terveit. De mivel itt nem látható, ő nem engedi azt meg, hogy mások olvassanak az ő gondolataiban, tehát kicsit titokzatos. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fölötted lévő kártya utal a te gondolataidra, és itt megjelenik a horgony. Ez utalhat egy bizonyos helyre, ahol le tudsz horgonyozni, le tudsz itt gyökerezni. De a horgony jelenti a munkát és a hivatásodat is. Ez a torony jelentheti a korlátozásokat és a hegy a nehézségeket. Itt megjelenik a ravasz róka, tehát hamisság, ami a munkádat illeti. Az jelentheti azt, hogy nem éled a hivatásodat, nem érzed jól magadat a munkahelyen, de azt is jelentheti, hogy vannak hamis személyek ebben a környezetben. Sőt, itt megjelenik a kígyó, egy nő, és összefüggésben áll ezzel a hamissággal. Vagy a munkahelyen, vagy a baráti körben. Ez lehet két különböző nő is. Sőt, az is látható, amit ez a nő itt tervez, hiszen itt előre mennek a dolgok, és ez az ostor azt jelenti, hogy ő meg akar szándékosan bántani téged. De te elfordulsz ettől a nőtől, sőt, kettőtök között itt megjelenik a kasza, és az azt jelenti, te elvágod ezt a kapcsolatot, lezárod ezt a kapcsolatot ezzel a hamis nővel. A kígyó az jelentheti a változásokat és a megújulásokat, de most indítani valamit, amire te itt gondolsz, és szeretnéd megvalósítani a terveidet, július eleje nem a megfelelő időpont ehhez. Ezért óv itt ez a ravasz róka. Mert ha itt korlátozások lesznek, ez is fájni fog neked. Tehát halaszd el ezeket a döntéseket, különösen ami a munkahelyi változást illeti. Te ebbe az irányba tekintesz, itt előtted ez a park jelenti a nyilvánosságot, azt is, hogy megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged, itt le tudsz gyökerezni, adja a biztonság érzetét, amit a fa és a kígyó még jelenthet, egészségügyi témák, vagy egy gyógyító erő, lehet, hogy ez a hivatásod. Ami fontos, a hold, az összefűz benneteket, mert ez a férfi, tehát a lelki társad összefüggésben áll a holddal, ami jelenti a mély érzelmeket, itt van a kommunikáció és a szerelem. Te is ebbe az irányba tekintesz, és a hold, ami fontos kettőtök között, az érzelmek, a vágyak, a remények, az álmok. Hamarosan itt tisztázódik valami, és nyíltan beszéltek érzelmekről. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket is, hogy te vagy értékes számára, vagy ő értékes számodra. Amit a hold még jelenthet, anyai érzelmek, vagy lehet az anyukája is, vagy a te anyukád. Itt egészségügyi témákról van szó, és ez a torony a fával együtt itt jelenthet kórházat is. Ha erről van szó, akkor itt lesz július közepén, július végén javulás, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak, a nap jelenti az életerőt, és itt ez a medve jelenti azt is, hogy meg lesz az erő, meg lesz a javulás, megvan ez a gyógyító hatás. Az utak és a kereszt mindkettő döntésekre utal.
Itt vannak lehetőségek, vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba tekinteni. A gyermek szimbolizál egy új kezdetet, a csillagkép jelenthet egy spirituális területet, vagy az időt, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni úgy, ahogy meg van írva a csillagképekben. Itt vannak a döntések, a kommunikáció, és a gólya jelenti ezeket a változásokat. Itt a kulcs a magabiztonságot, vagy hogy itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség. A gyermek, a gólyák és a hold, ami az anyai érzelmeket illeti, a három kártya együtt itt jelentheti egy kisbabának a születését is, vagy nálad, vagy valakinél a környezetedben. Ha te egy hölgy vagy, akkor elgondolkodsz a munka, a hivatás felett. Július elején vannak itt problémák, nehézségek, nem mennek előre a dolgok, de július közepétől itt vannak a változások. A virágcsokor az jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy egy magán cég kialakítását. Itt ez a ház, vagy munka otthonról, vagy ki tudod ezt építeni. Amint a virágcsokor még jelenthet a te nőiességet, szépséget, vagy megszépítesz valamit az otthonodban. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, hogy javuljon a helyzet a munkát illetően, a családi kapcsolatokat illetően, és a szerelmet illetően is. Itt kinyílik ez az ajtó, ezek a lehetőségek, és a kála virág jelzi azt, itt kitisztul valami. És ez a csendes időszak, a felhő, ami azt jelenti, hogy valami itt átláthatatlan volt, ez eltűnik, hiszen megjelennek itt a sarokban az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek felfalják a koporsót, a felhőt, és így tisztul ki itt valami. Sőt, az egerek el tudják távolítani ezt a hamis nőt is a környezetedben. A hajó akkor jelenti itt a reményt, de utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Az is lehet, hogy valaki meglátogat téged, és a virágcsokor jelenti ezt a kellemes meglepetést, vagy ajándékot kapsz. Ez lehet egy meghívás is, hiszen ez a hajó jelenti a külföldi utazásokat. De jelenti a belső utat is, egy lelki kapcsolatot, hiszen a hajó kihat a szerelemre is, ami erőt ad számotokra, és itt a gyűrű, vagy az eljegyzés, a házasság tervezése, vagy hogy ez a férfi visszatér hozzád, itt van köztetek ez a lelki kapcsolat, és a kereszt is erre utal, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesznek ezek a döntések, változások. Ami a könyvet illeti, az lehet, hogy valaki eltitkol valamit előled a környezetedben, vagy jelentheti azt is, hogy tanulsz valamit, vagy ő tanul valamit, itt lehet iskolázásokról szó, vagy összefüggésben áll a gyermekekkel és az iskolával, ezekkel az eredményekkel. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. Itt van a lelki társad. Ő kicsit titokzatos, hiszen nem beszél a terveiről. Itt szerencséje lesz az anyagiakat illetően, lesz egy jó hír, vagy jó szerződések, itt kitisztul valami.
ami a hivatalos dolgokat vagy a bírósági ügyet illeti, esetleg egy kórházat. Itt vannak problémák és nehézségek, hiszen a hegy erre utal. Azt is jelentheti, hogy te szeretnél itt megnagyobbítani valamit, de itt vannak a nehézségek, a korlátozások, különösen ami a hivatásodat, a munkádat illeti. Sőt, itt megjelenik a hamisság a háttérben, vannak hamis kolléganők, akik szeretnének téged megbántani. Ha te tervezel valamit, és akarod, hogy előre menjenek a dolgok, akkor július elején még itt vannak a nehézségek, a korlátozások, ez nem könnyű helyzet, légy kicsit türelmes, és indíts július közepétől. Második hét július hónapban itt látható, te állsz a középpontban, szeretnél valamit változtatni, a munkádat, az otthonodat illetően, ez lehet egy kreatív tevékenység, hamarosan megkapod itt az elismerést, változik a helyzet, megtalálod a helyedet az életben, itt megvan a gyógyító erő, tehát ha valaki beteg a családban, itt lesz gyógyulás, de ez a gyógyító erő lehet a te hivatásod is, ügyelj az érzelmeidre, és a nap jelenti a sikereket, vagy hogy tisztázódik valami, különösen ami az anyagiakat illeti. Itt van egy hamis nő a háttérben, vágd el ezt a kapcsolatot szimbolikusan ezzel a kaszával, és így tudod rendezni a kapcsolatokat a környezetedben, különösen ami a barátságokat illeti, vagy ami a munkahelyedet illeti. Harmadik hét július hónapban itt látható. Lesznek fontos döntések, beszélgetések, változások, egy kellemes meglepetés vagy egy ajándék. Itt kinyílik egy új ajtó számodra, a lehetőségek, itt kitisztul valami, lesznek változások, itt a szerencse, és a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy szimbolizál egy új kezdetet. Ez a csend, ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják a koporsót. Utolsó hét, július hónapban itt látható, tanulsz valamit, itt vannak a kapcsolatok, döntések, az életerő, a kommunikáció, a könnyűség, és a szerelem jelenik itt meg, beköszönt a házhoz. Ez egy fontos téma, így július végén. Itt van hozzá remény, vagy utazás, külföldi kapcsolatok, és mindaz, ami eddig úgy átláthatatlan volt számodra, ez elmúlik, hiszen az egerek felfalják ezt a kártyát, eltávolítják a felhőt, és így lesznek a változások, kitisztul valami, és itt a kulcs jelenti a magabiztonságodat és a lehetőségeket. Itt nyílik egy új ajtó számodra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.